100 festmény került kalapács alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A rendkívüli árverésen romániai festők több ezer euró értékű alkotásai találtak gazdára. Tehetős műkedvelőkkel telt meg a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörterme. 100 festményre licitálhattak a résztvevők, ezek fele ki is volt állítva a helyszínen, a másik fele pedig Bukarestben volt. A két helyszínen ugyanis internetes kapcsolással egy időben folyt az árverés. Néhány másodperc alatt 4000 eurót nőtt ennek a festménynek az értéke. A több ezer euró értékű festmények romániai alkotók munkái. Az esemény különlegessége, hogy először rendezték meg Marosvásárhelyen. Az árverésnek nem csak egy szerepe van, ugyanis rendelkezik egy karitatív jelleggel is, egy nemes céllal, mégpedig azzal, hogy gazdagítsuk a Maros megyei múzeumot és egyben Maros megye kulturális örökségét. Köszönetkép, hogy a Kultúrpalota helyet adott a rendezvénynek, a szervezők egy körülbelül 3000 eurós Dürer metszettel ajándékozták meg a Maros megyei múzeumot. Emellett a múzeum több adományra is számít, hiszen az intézményt működtető megyei önkormányzat is partner a múzeum gyűjteményének bővítésében, erre keretet is biztosítottak a költségvetésből. A múzeumnak az elsődleges előnye az, hogy egy 3000 euró értékű Albrecht Dürer metszettet sikerült ezáltal a múzeumnak a gyűjteményében megszerezni, és természetesen szándékunk szerint mi is szeretnénk az aukción néhány képet megvásárolni a múzeum gyűjteményének. Az árverés során egy Nikolai Grigorescu festmény kelt el legdrágábban, 50 000 eurót fizetett érte a licitáló.